Szeretettel köszöntök újból mindenkit, és a mai alkalommal, ahogy korábban ígértem, arról a témáról szeretnék beszélni. Az egyik ebédkori beszélgetés alapján, vagyis akkor mutattam meg ezt a képet, és hát ez is része lesz a mai gondolatmenetnek. Én hát elnézést kérek azért, mert egyszerű kis ábrákat fogok mutatni, és ezek tényleg ilyen gyerek rajzok lesznek. Igaz, hogy én csináltam, pedig fölnőtt fejjel, de a gondolatmenetet fogják segíteni. Az alapigénk Péter apostol első levelében található meg, második fejezet, 5. vers, és ez a rész így szól, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Én csak ezt szeretném az első részét kiemelni, és ez lenne a gondolatunk, hogy középpontja, hogy lelki ház. Nem szeretnék senki szakmájába belekontárkodni, és hát csak érintőlegesen szeretnék ezekről beszélni. És hát az első rajzunk, vagyis ábránk az így néz neki. Tényleg ilyen gyerekek, ha azt mondanánk, hogy rajzolj egy házat, akkor az így néz ki körülbelül. Kék az ég, zöld a fű, süt a nap, és a piros tetős a ház. Egy valamit nem rajzoltam rá. Hát ajtó, az mondjuk a másik oldalon van. Kémény, igen, kémény. És miért nem rajzoltam rá kéményt? Mert ha a lelki házról van szó, akkor nem füstölög az ember magába, ugye? Tehát az nem tartozik hozzá szerintem itt ez a kéményhez. Tehát miből épül föl egy ház? A kövekből épül föl, különböző szerkezetű anyagokból, és beton, tégla, vályog, fa, és mostanában újból divatját éli a szalma ház, ebből is van kétfajta, az önhordó meg a nem. Tehát, és miből épül föl a lelki ház? De most csak az egyes embernek a lelki házáról gondolkodjunk, ez legyen a középpontban, hiszen utána mondja a Pál apostol azt, hogy a Krisztus egyházába beépülni, szép rendel, rakattatván, stb. Tehát most csak erről. Mi az, amit a negyedévben tanultunk? Ugye Galácia levél, ha azt mondom, hogy az 5. fejezet 22. vers, akkor eszünkbe fog jutni, hogy milyen építőköveket használnánk föl a lelki házhoz. A szeretetet, az örömet, a békességet, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezen az ábrán fölrajzoltam azt is, fölírtam azt is, hogy az egyes építőkövek azokat minek nevezhetnénk el. Tehát itt vannak, hogy ebből épül föl tulajdonképpen a ház. Tehát, hogyha valamelyik hiányzik, akkor már probléma van, ha nincs meg mondjuk a szeretet, de milyen öröm az, amikor ugye például káröröm abban nincsen, nem sok szeretet van. Vagy lehetne tovább nézni, hogy mit tudom én, a hűség, ha nincs benne szeretet, akkor ez egy kötelességből, kényszerből létrejövő hűség, vagy megvalósuló hűség. Tehát ezeket mind így lehetne. Tehát mind összetartozik, és mind egybe kell, hogy épüljön ahhoz, hogy az egész ember egységgé válhasson. Ha valami hiányzik, akkor már ott problémák vannak. De nem biztos, hogy itt kellett volna kezdenem a fölépítménnyel. A ház valamin áll, és ezzel az alapon kellett volna kezdenem. Ha nincs alap, akkor a Bibliából azt olvassuk, hogy Jézusnak az egyik példázatában ez van, hogy ha ömlik az eső és fúj a szél,
és beleütköznek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Sajnos ilyenre mostanában is láthatunk, hallhatunk példát, hogy a különböző hurikánok milyen pusztítást végeznek, több millió embert kellett kitelepíteni Amerikában, hogy a személyi károkat, sérüléseket megelőzzék, és ne halljon meg senki. Tehát nagyon nagy a rom, erről is szerettem volna képet, de aztán végül is úgy gondoltam, hogy mégsem, hiszen mindannyian láthatunk olyat, hogy előtte, utána milyen volt egy-egy város vagy egy terület, és különösebben Amerikában, ahol favázas házak vannak, az enyém is olyan, könnyen az ilyen erős szeleknek a martalékává válnak, mert nincsen súlyuk, ami azt a helyén tartaná. Tehát itt láthatjuk azt, hogy kellene bizonyos alapot építeni, mert ha nincs, akkor kimossa az eső. Én itt ezen a következő ábrán próbáltam azt felrajzolni, hogy az épület alatt itt van egy szilárd rész, amit jó volna kapcsolatba hozni a házzal. Én azon is gondolkoztam, hogy például az Alföldön, ahol ilyen futóhomok van, amit a szél elhord, hogy bírnak olyan nagy épületeket, templomokat építeni, és hát biztosan nagy területen kell, hogy feküdjön az alap, széles kell, hogy legyen. A másik pedig az, hogy mélyre kell ásni, hogy keményebbek és össze van tömörödve. Ezen a rajzon tehát látható az, mint hogy nincs alapja ennek a háznak. Nincs összekötetés a ház és a kemény szikla között. És a következő kérdésem az lenne, hogy vajon kit jelképez a szikla? Jézus Krisztus. Igen, köszönöm szépen. Korintus első levélben találjuk meg ennek a magyarázatát. 10. fejezet, 4. vers. És mindnyájan egy lelkítélt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát ezen ismét csak azt tudom mondani, hogy ha nincs megfelelő kapcsolat, akkor innen a víz ki tudja mosni a homokot, a szél el tudja hordani, és utána összedől a ház. Ezen föltüntettem azt, hogy itt Jézus a kőszikla. Idézném ide Máté evangéliumának a 16. fejezetét. 16. fejezetből a 18. verset. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ezzel kapcsolatban jegyezném meg azt, hogy más emberre építeni a házat, vagy a lelki tanításokat, vagy más Jézus Krisztusra. Ha nincs szilárd alap, a homokot a talajt kimoshatja, víz elhordhatja a szél, és összedől a ház. És innentől folytatnám tovább, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. János evangéliuma 17. fejezetében mondja Jézus, mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Én úgy gondolom, hogyha van kellő mértékű alapunk, és egészen mélyre tudunk ásni, el tudunk jutni erre a szintre, akkor már nem kell félnünk attól, hogy a sátán kiragad bennünket Jézus kezéből. Ellen White ezt írja a Jézus élete című könyvben, a Kereszt árnyéka című fejezetében. Erre a kősziklára a leggyengébb hívő is rábízhatja magát.
Akik pedig a legerősebbeknek érzik magukat, azok a leggyengébbeknek fognak bizonyulni, ha nem Krisztus az erősségük. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Az Úr kőszikla cselekedete tökéletes. Boldogok, akik ő benne bíznak. Ha nincs meg a Jézusi alap, akkor a szeretet pillanat alatt elmúlik, öröm helyett a szomorúság üti fel a fejét, és akkor be lehetne helyettesíteni a 9 fajta kő helyébe, építőanyag helyébe, az, hogy mivé változik át. Ugye az öröm helyett lesz a szomorúság, szeretet helyett a gyűlölet, békétlenség, türelmetlenség, szívtelenség, gonoszság, csalárdság, vadság, mértéktelenség. És akkor az a ház már nem olyan, amilyennek szeretne Jézus látni. A ház hogyan csatlakozik az alaphoz? Itt azt látjuk, hogy ez a ház, ez alap nélküli, nincs, ami összekötetésbe tartaná, egy szilárd összekötetésben, és ez az, amit kimoshat a szél, megfelelő kapcsolatra van szükség. Hát igen, ez már egy olyan, amit szívesen lát a szemünk, és biztonságot ad, hogy az a ház nem fog összedőlni. Itt berajzoltam azt az alapot, nem amire építünk, hanem az alapot, ami kapcsolatot létesít a ház és az épület között. Ilyen a építész szakmában ezt mondják inkább alapnak, amit kézzel hoznak létre. De igazából amire ráépítenek, az a teherhordó és szilárd alap. Ha a ház készül valamiből, akkor az alap is készül valamiből. Ha a háznak van lelki tartalma, és van lelki építőanyaga, akkor az alapnak is kell lenni. Vajon mi lehetne az? Mi az, ami kapcsolatot tart fönt ember és Isten között? Az imádság. A hit. Ezek jók. Mi a lelki alap? Miből áll? Én Lukács evangélium a 10. fejezetéből hozom a választ. Mind a kettő válasz szerintem jó volt, de ez is csak annak a hátterén működik, hogyha megvan bennünk az az alapvető hozzáállás, vonzalom, rokonszenv, vagy nem tudom, minek lehetne mondani. Lukács 10.27-ben ezt olvasuk. Azt pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Én úgy gondolom, hogy ez a szereteten alapulhat. Ha nincs meg a szeretet, ugye, amiből a ház is egy részben fölépül, akkor az egész ház összeomlik. És hogyha megvan a szeretet Isten irányába, akkor keresik a kapcsolatot vele. Imádság alapján. Keresik a kapcsolatot, hogy elolvasunk a Bibliából, keresik akár a szombatiskai tanulmány által, keresik egymás által is, közös alkalmakon például most is. És ez egy állapot, de nincs időtartama. Egy házat nem is tudom, hogy hány évre szoktad tervezni, 80-100 akárhány évre, és hát kevés régi ház van, ami fönnmarad. És egy pillanatban ez igaz lehet, de hogyha a szeretetünk meglanyhul, vagy megváltozik Isten irányába, akkor ott már kezdes kis, akkor már probléma van. Ez volt az, amit az első gyülekezetnek említett föl Jézus, hogy az első szeretetedet
elhagytad. És akkor innentől kezdve már az alap is gyengül, akkor nem bírja a terhelést, akkor már minden probléma fönnállhat, a statikája megromlik. Tehát az a jó, hogyha ez az állapot, az alap még mindvégig megmarad. És azt olvassuk, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát nem csak egy-egy időpillanatban legyen meg ez a kapcsolat, hanem az életünk minden idejében, minden pillanatában. És mi tartja mindezt össze? A házat, az alapot és az egész épületet. A házakat régen úgy építették, hogy a tömegük tartotta össze, például a piramisok, vagy pedig egy példának szeretném hozni már az említett képet, hogy Dél-Amerikában készült ez a kép. Hát, ha nem tudom pontosan kimondani, Sacsayhuaman városnak a maradványai. Hát ezek, nem is tudom, hogy időszámításunk előtt épülhettek, és ezeknél a köveknél nincsen kötőanyag. Ezeket csak a saját súlyuk, a földnek a nehézségi vonzása tartja össze. Nem tudom, hogy voltak-e ott földrengések, vagy nem, de én el tudom képzelni azt, hogyha van egy földrengés, ezek olyan szilárdak, és úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy ezeket nem rázza meg, és maradnak olyan út. Lehet, hogy megmozdulnak, de visszaállnak a súlyuk miatt. Én próbáltam számolgatni azt, hogy ez a nagy kő, ami itt lent van, ez mekkora, milyen súlyú lehet. Hát, ha ezt veszük egy olyan 5-6 méternek meg fölül is, és a magasság 2-3, vagyis a vastagsága, az viszont nem látszik, akkor egy olyan 100 és 200 tonna között van ez a kő. Az egyik alkalommal beszélgettünk délben arról, hogy régen olvastunk egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Elveszett fajok titkai, és abban magyarázatot találunk arra, hogy hogyan mozgatták meg ezeket a köveket. Nem tudom, hogy milyen eszközeik voltak, például, hogy így meg tudták munkálni, hogy ide talán ezt a papírlapot nem tudnám bedugni. Annyira pontosan illesztették őket. Tehát itt azt próbáltam érzékeltetni, hogy a föld vonzása tartja össze. És vajon a lelki értelemben mi tartja össze a mi lelkünket? Mi az, ami vonzást gyakorol ránk, hogy keressük Istent? Hogyan hat ránk Isten, és mi vagy ki által, hogy mi keressük az ő közelségét, és jól esik nekünk eljönni például az imaházba, jól esik kezünkbe venni a Bibliát, jól esik imádkozni, és ezek a lelkünket fölüdítik. Szentlélek. Igen. A Szentlélek. Én úgy tudom elképzelni, vagyis próbáltam úgy rajzolni, csak aztán lemaradt a nyomtatás során, hogy itt alulra beírtam, hogy Szentlélek. Ennek a személynek a vonzása az, ami bennünket is indít arra, hogy eljöjjünk, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, hogy beszélgessünk róla. És ez az, ami mint ezen a példán a tömegvonzást helyettesíteni. Vajon, ha fölépül ez a ház, akkor milyen hatása lesz a környezetére? Hát, tömören is egyszerűen jó hatása van. Mit ad át, amit a mennyből kap? Én úgy gondoltam, hogy a világosságot. Azt látjuk, hogy ez a város is ki van világítva este, most is úgy nagyjából süt a nap, de valóságban úgy van, hogy sötétség borítja a népeket. Nem ismerik Istent, nem tudják, hogy ki az. Sőt, vannak olyanok, akik ismerik ugyan, de azt mondják az ősvilág ösvényeit követve, hogy távozzál el mi tőlünk. Az ilyen emberek, akik a környezetükben és a lelki sötétségben élnek, világosságot árasztanak.
a környezetükre. Régen voltak, és talán ma is vannak világító tornyok. Ezek az építmények arra figyelmeztették a hajósokat, hogy ne menjenek oda, mert ott sziklás a part, azt kerüljék el. És mennyiben más Istennek a világa, ez a világosság pedig azt mondja, hogy gyere ide, nézd meg, hogy milyen életem van. És hogy te is vágyakozzál arra, hogy ezt az életutat kövessed. Ez a veszélyre figyelmeztet, ez a fény pedig vonz. Hát itt rajzoltam fel a sugarakat, amik az ablakból áradnak ki, hogy a mennyből jövő világosságot adja tovább. Ugye volt régen, amit úgy nevezünk, hogy felvilágosodás kora. Ez mikor volt? Az 1700-as évek végén Franciaországban. Én úgy gondolom, hogy az a felvilágosodás inkább az elsötétedésnek a korszaka volt. Nem Isten felé fordultak. A Bibliát rákötötték egy már farkára, aminek a hátára pedig terítettek egy ilyen papi palástot, és akkor végig vitték a Párizs utcáin. Templomokat bezárták 3,5 évig, nem volt szabad templomba járni. Azt mondták, hogy mindent másképpen csinálunk, az ész uralkodik, ugye az emberi ész. A fölvilágosodás a 7 napos hetet alakították dekádrendszerre, 10 naposra, és ennek a nyomai még felfedezhetőek voltak, voltam a kőolajvezetéképítő vállalatnál, és ott is úgy volt, hogy 10 napig voltak kint a munkások dolgozni, aztán nem tudom hány napig hazajöttek, és akkor itthon pihentek. De azért ez nagyon kimerítő volt, és vissza kellett, hogy térjenek az emberek a 6 napos munkahétre. Idilli képet ábrázol ez a rajz. Ugye, mint ahogy mondtam, kék az ég, süt a nap, zöld a fű, van most már alapja is a háznak, piros a tető, itt van Jézus is, de ez nem így van. Hányszor találtuk szembe nehézséggel magunkat? Hányszor volt az, hogy olyan akadályok tornyosultak elébünk, amit nem tudtunk egyszerűen meglépni, túljutni rajta? És én így rajzoltam, és így alakítottam át ezt az ábrát, hogy egyrészt sötétség veszi körül a népeket, amiben jó lenne egy kis világosság, és valóban így van, hogy ez a kis világosság ott a helyi környezetben valóban jelent egy kis reményt és bátorítást, de Sátán körbeveszi az embert mindenféle rosszal. Én azt láttam itt, hogy ugye, hát a szelet nem rajzoltam föl, elnézést, de hogy jön az eső, ugye, akkor a szél is van, amit mondtam, hogy beleütköznek a házba, és hogy annak van alapja, és hogyha továbbra is a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, stb. Az építőanyaga, akkor ezeken nem tudnak diadalt venni. Eszembe jutott egy mese a 3 kismalacról, nem tudom, tudjátok-e, vagy emlékeztek-e még rá. Én talán kicsit közelebb voltam a gyerekkorhoz, és ezért jobban emlékszek talán rá, hogy ez a 3 kismalac épít egy-egy házat, és aztán jön a farkas is, megpróbálja azokat elrontani, és ami szalmából készült, meg deszkából, fából készült azon, azt el tudta rontani, de ami téglából készült, azt nem. Nem mindegy, hogy miből készül az épület. És hogyha volt lelki tartalma az alapnak, ha volt lelki tartalma az épületnek, a falazatnak, akkor kell, hogy legyen tartalma a viharnak is.
Hát nem biztos, hogy el tudjátok olvasni olyan messziről, pláne itt le is maradt még föntről egy kis rész. Én próbáltam nevesíteni, hogy mivel állunk szembe. Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet 12. versét gondolom sokan ismeritek, ha elkezdem, tudnátok folytatni, mert nem vér és testellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Hát ezt tapasztaljuk nap mint nap. És azért jó nekünk az, hogy szüntelenül kapcsolatban vagyunk az alappal, a kősziklával, és ezért nem ingathat meg bennünket. Nehéz ugyanezeket átélni, nehéz egy-egy ilyen támadást kivédeni, és minél nehezebb, annál inkább az ember gondoljon arra, hogy egyedül ezt ő maga nem tudja megtenni. Kérni kell Isten segítségét. Mennyire kell ezektől félni? Talán egy picit választ is adtam rá, hogy mennyire félhetünk ezek ellen. Tartani kell tőle, de félni nem. Mennyire veszi körül a vihar az épületet? Teljesen. Hol nem veszi körül? Alul. Nagyon jó. Ezt a választ vártam, és ezt szerettem volna elmondani, hogy itt alul viszont nem. Egy ember úgy látja egy épületet, hogy ott körülveszi, de nem, alul nem. Ha nem mossa ki ezeket a részeket, akkor sátán nem tud bekerülni ide, nem zárja el, nem tudja elzárni Istentől ezt az embert, akkor a kapcsolat megvan, kapja az erőt, kapja a védelmet, kapja a segítséget. Én úgy gondolom, hogy az is probléma lehet, hogyha fölnézünk, és azt látjuk, hogy csupa vihar vesz bennünket körül, fekete felhők, villámlások. Néha azok szépek tudnak lenni. Nem olyan régen Fülén volt egy ilyen viharos, villámlásos alkonyat, és érdekes volt, hogy volt egy felhőréteg lent, és fölül is volt, és még egy réteg volt fölötte, és amikor villámlott, akkor az egész felhőréteget megvilágította, és ez érdekes volt. Voltak olyan villámok, amik lelejöttek, és látszottak, és mondtam a feleségem, hogy jöjjön ki, és nézze meg. Na, aztán beszaladtunk, amikor nem kellett számolnunk ahhoz, hogy halljuk a villámlás után a csattanást. Azért mégiscsak bementünk. Nem tudja tehát teljesen körülzárni az épületet, és nem tudja elválasztani Istentől az embert sátán, pedig ezt szeretné. És akkor itt van a következő, amivel most már én úgy gondolom, hogy teljes a kép, hogy szokták mondani ezt a közhelyet, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. De így is van. Akik voltak, repülővel látták, hogy valóban ott mindig süt a nap, följebb már nincsen felhő, esetleg egy-egy repülőgép, ami egy csíkot húz, és az látszik felhő formájában. De gondoljunk arra, hogy a mi szemünk gyakran csak idáig lát el, és fölfele nézünk, és látjuk a felhőket. Most lelki értelemben lefelé kéne néznünk, ugye? Hogy ezen az ábrán, hogy reménységünk legyen, hogy van szilárd alapunk, van szilárd alapzatunk, van szilárd felépítményünk, és jöhet bármilyen vihar, nem tud azba kárt tenni. És akkor az ember úgy gondolná ez alapján, hogy végig sötétség veszi körbe, végig problémák vannak az életben, de itt láthatjuk, hogy ez csak kis réteg az épület körül. Kinek jut eszébe erről egy bibliai történet? Nekem az, én arra gondoltam, az jutott eszembe, amikor Elizeus prófétát ébrezgeti
a szolgája, hogy hát ellenség vette körül a várost. Ezt a részt megtaláljuk Királyok második könyvében, 6. fejezet 15-től 17-ig terjedő verseket olvasom. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiment, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondanék az ő szolgája, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felelt ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hogy hadd lásson. És megnyitotta az úr a szolga szemeit, és látta, imé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal, szekerekkel Elizeus körül. Érdemes még megállni néhány gondolatra ennél az igénél, hogy Elizeus körül. Talán a város körül is volt, de ugyanígy egy-egy embert is körbevehet Istennek az angyalserege. Angyalok vigyázhatnak rá. Sokszor vagyunk mi is, hogy nehézségek jönnek ránk, és hát mi is jajgatnánk Géházihoz hasonlóan, hogy mit cselekedjünk. És az ember sokszor van így, hogy ott van a nehézség, ott van a probléma, és az a kérdés, hogy most mit csináljak. Én úgy gondolom, hogy semmit. A legjobb, amit az ember ilyenkor tehet, hogy imádkozik. Úgy olvassuk Máté evangéliumában Jézus szavait, hogy keressétek először Istennek országát, és ezek mind megadatnak. Lehet ruházat, lehet ennivaló, lehet lakás, lehet békesség, lehet bármilyen probléma, mint amilyen nekem is volt az albérlet körül. Mindent megad Isten. És akkor ezek a tapasztalatok erősítenek bennünket tovább, hogy az alapot továbbra is erősítsük, szélesítsük, jobban bírja a terheket. Tudjuk a Bibliából, hogy olyan időszak következik a világra, amikor egyre nehezebb és nehezebb lesz, de hogyha az alapunk szilárd, alapot erősítjük, akkor még kevesebb kárt tehet benne. Jó volna nekünk is megnyitná Isten a mi szemeinket, hogy láthassuk azt, hogy angyalok is körbevesznek bennünket, nem csak a rossz. És a másik az, amit még meg szerettem volna jegyezni, hogy ha csak a számokat nézzük, Sátánnak mennyi angyala van? Egy harmada. Minek az egyharmada? Az összes angyalseregnek az egyharmada. Ha csak létszámot nézünk, ki merre állni egy olyan sereg a másik, ami kétszeres túlerővel van? Nagyon meggondolja magát. De úgy tűnik, Sátán nem gondolkozik. Szembe megy Isten akaratával, és egyre elszántabbul, mert tudja, hogy kevés ideje van. Én ennyit gondoltam, hogy az épülettel kapcsolatban elmondanék, és mi az, amit magunkkal vihetünk, mit jegyezzünk meg? A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Én úgy gondolom, hogy ez annyira bátorító és lelkesítő mindannyiunk számára, hogy ez az, amit meg kell jegyeznünk. Lehet, hogy ott van és az eső mossa a háznak a falát, és csorog le róla, és az ereszt sem bír elvezetni, és fúj a szél, és a cserepeket is kezdi megbontani. De a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Pont. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ezt el kell, hogy fogadjuk hitben. És jöhetnek bármilyen nehézségek, ha erre gondolunk, ez számunkra erősítést, bátorítást adhat. Másik. Jézus azt mondta, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük. Ha csak nem mi magunk saját szabad akaratunkból fordítunk hátat neki. Egyébként, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük.
És harmadikként jegyezne, lehetne az, hogy a külső gyűrű hát ez erre gondoltam, ami itt látható. Hogy a háborúság, ami bennünket ér, azon kívül békesség van. Gondoljunk arra, hogy az egész világegyetemben béke van. Nyugalom van. Istennek az ismerete van. Harmónia van. Szeretet van. És akkor ott van a világegyetemben az a sötét föld, és akkor itt van háborúság. De nézzük meg, ha a lelkünkben béke van, ha van alapunk, akkor tulajdonképpen az egész világ mindenséggel vagyunk összekapcsolódva Istenen keresztül, vele együtt. És akkor ez olyan kicsinek tűnik innentől a számunkra. Igaz, hogy amikor benne vagyunk, akkor rosszul esik, akkor fáj, akkor nehéz, de gondoljunk arra magasabb szempontból nézve, világegyetem 100 és 100 milliárd galaxisából hány bolygó van, hány nap van, és abból csak egyetlen egyedül Sátán vesztes. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy legyünk a győztesek között. Ismerjük meg Istent, legyünk vele kapcsolatban, és ne csak óráról órára időnként, hanem egy folyamatos kapcsolatot tudnak vele fönntartani. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.